Hello, hello, jó napot kívánok mindenkinek! Ma megint csinálunk egy francia leckét. Valaki megkért arra, hogy ilyen mindennapi szavakat tanítsak, úgyhogy ma egy olyan lecke lesz babysittereknek, meg ópereknek főleg, vagy mamáknak. Csinálom az ebédet. Je fais le déjeuner. Je fais le déjeuner. Je fais le déjeuner. Úgy is lehet mondani, hogy je suis en train de faire le déjeuner. Az azt jelenti, hogy pont most csinálom. Je suis en train de faire, az pont amikor valaki csinál valamit, abban a percben, amikor mondja. Je suis en train de faire le déjeuner. Szóval, je fais le déjeuner. Vagy, je suis en train de faire le déjeuner. Csinálom a vacsorát. Je fais le dîner. Je fais le dîner. Je fais le dîner. Vagy, úgy mint az előbb, je suis en train de faire le dîner. Je suis en train de faire le dîner. Je suis en train de faire le dîner. Tulajdonképpen ezt így kell mondani Franciaországban. De például Belgiumban nem ugyanezt mondjuk, mert Belgiumban délben dîner van, nem déjeuner. Déjeuner az Belgiumban reggel van. Dîner délben, és souper este. Szóval Belgiumban úgy menne, hogy csinálom az ebédet, je fais le dîner. És csinálom a vacsorát, je fais le souper. Souper. De ez csak Belgiumban. Franciaországban délben je fais le déjeuner, és este je fais le dîner. Menjetek játszani. Allez jouer. Allez jouer. Allez jouer. Délután elmegyünk sétálni. Cet après-midi nous allons nous promener. Cet après midi, nous allons promener. Szóval, cet après-midi, nous allons nous promener. Cet après-midi, nous allons nous promener. Vagy úgy is lehet mondani, hogy cet après-midi, nous allons faire une promenade. Csinálunk egy sétát, tulajdonképpen, úgy lenne magyarul. Szóval, cet après-midi, nous allons faire une promenade. Cet après-midi, nous allons faire une promenade. Cet après-midi, nous allons faire une promenade. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Remélem, hogy ez segítség volt mindenkinek, aki végignézte, és majd még legközelebb lesz más lecke. Ahogy ezt a leckét valaki tőlem kérte, írjatok, kérjetek más leckéket, majd amikor van rá időm, akkor szívesen megcsinálom őket. Sziasztok! Majd még találkozunk!